Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésben az Ajka Kristály Sport Egyesület eredményeiről, terveiről lesz szó. Kérem, tartsanak velünk! Stúdiónk vendége Havasfalvi Lajos, az Ajka Kristály Sport Egyesület elnöke. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm én is, és szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptunk erre a beszélgetésre az Egyesület nevében is. Az Egyesület minden szakosztálya számára véget ért a versenyidőszak. Hogyan értékeli összességében az idei évet az Egyesület szempontjából? Az idei évet nagyon sikeresnek ítélem minden szakosztályunk szempontjából, mert ha csak arra gondolok, hogy a tekések visszajutottak a Szuperligába, ugye azáltal kaptak lehetőséget, megnyerték a bajnokságot, és ugyanúgy sikeresnek ítélem a labdarúgó szakosztály szempontjából is. A hatodik helyet sikerült megszerezni egy nagyon erős mezőnyben. Ugye itt egy picit, hát nem éppen szerencsésen alakult a mi helyzetünk, mert egy ötödik helyet tűztünk ki célul, akkor 16 fővel indult volna a bajnokság, ugye köztudott. Ennek ellenére később két olyan csapattal még megtoldották ezt, Pápa, Veszprém, akik hát köztudottan, hogy milyen pozíciót foglalnak el a megye labdarúgásában, és így a hatodik helyet sikerült elérnünk, de én ennek ellenére ezt nagyon sikeresnek ítélem, és itt még tovább sikereket tudtunk elérni. Az ifjúsági csapat is úgy gondolom elfogadható, végén egy hatodik hely jó lehet, ők végversenyben voltak a dobogóért, sőt még egy picit jobb kilátások is voltak egy időszakban. De az U14-es csapatunk az mindenféleképpen nagyon jól szerepelt, ők ezüstérmet szereztek a korosztályos bajnokságukban. Itt meg is ragadnám az alkalmat, kiemelném Váradi Edvárdot, aki a góllövőlistán a második helyet ért el, úgyhogy nagyon jó eredményünk volt. A tekéseken és a labdarúgókon kívül egy új szakosztály egészült ki a Kristály a tavalyi évben, erről mit lehet tudni? Nagyon jó kérdés, örülök, hogy ez szóba került. Az elmúlt éve megkerestek bennünket az aerobikusok, hogy mindenféleképpen egy névre lenne szükségük ahhoz, hogy a országos bajnokságokba szerepelni tudjanak, és itt ránk gondoltak. Egyeztettünk az Egyesület vezetőségén belül, és úgy döntöttük, hogy ebben partnerek leszünk, elfogadtuk a csatlakozásukat, aminek köszönhetően ők indulhattak az országos bajnokságokon, és egy nagyon remek, külműködő szakosztály csatlakozott hozzánk, mert látva a szereplésüket, fiatalokról, itt tudni kell, fiatal lányokról van szó, de nagyon jó munka folyik a szakosztályon belül. Ha csak azt mondom, hogy nagyon sok helyezést értek el a Diákolimpián, és a helyileg rendezett versenyenken, ami természetesen külsősök is jelentkezhettek, nagyon sok néző volt a sportcsarnokban, és azt mondom, mindenkinek a megelégedésére szerepeltek. Kanyarodjunk vissza egy picit akkor a tekésekhez, akik talán a legnagyobb sikert érték el az Egyesület idei évében, de nem példanélküli ez a bravúr, hiszen tavaly előtt már feljutottak a Szuperligába, ugyanakkor nem tudtak megragadni az első osztályban. Ön szerint ez most máshogy fog alakulni? Igen, valóban ez így történt. Akkor is feljutott a csapat, ám elkövettük azt a hibát. Magamat se vonom ki alóla, hogy úgy gondoltuk, az a csapat, aki a bajnokságot kivívta, képes lesz bemaradni a Szuperligába, ahol hát ugye köztudottan világbajnokok, profik, külföldi profik szerepelnek. Hát ez nem sikerült, és ez közel 3 év munkája, hogy sikerült visszajutni újra a Szuperligába. Most okulva az elmúlt évek eseményeiből, tapasztalataiból, mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy erősödjön a csapat. Hát jelen pillanatban két olyan játékossal egyeztetünk, akiknek a szereplése mindenféleképpen erősítést jelentene. Mindkettő a Szuperligába szerepelt, az egyik az nagyon jó, sok éven keresztül, és az egyik az holnap ad végleges választ. A másikról azt kell tudni, ő korábban a mi nevelésünk volt, így került el Győrbe.
Hát bízunk vele kapcsolatban is, hogy pozitív form fog dönteni, tehát ő is fogja erősíteni a csapatunkat, és így tovább mennék, ez a jelenlegi csapat erejét is azért mutatva, ez a két erősítéssel kalkulálva, ez egy jó középcsapatot tudna a Szuperligába jelenteni, és azért itt azért megemlíteném, azt tudni kell, sajnos azért annyira még ezt a tekét nem ismerik azért a külsősök, akik annyira magát a tekesportot nem kísérik figyelemmel, hogy ebben a Szuperligában bizony olyan csapatok vannak, ahol a játékosok ebből élnek. Több milliós fizetést kapnak. Na most ez nyilván, ez párosul, itt komoly eredményeket kell elérni. Hát ugye említettem, szerb, horvát, román idegen légiósok szerepelnek, és külön kiemelném azt, hogy itt három csapat van, ami igazán dominál. A Szeged, aki gyakorlatilag a tekében olyan pozíciót foglal, mint a labdarúgásban, mondhatnám a Barcelona vagy a Bayern München, négyszeres meggyőztes. Tehát a bajnoki csapatok Európa kupáját a Szeged négyszer nyerte meg. Tehát például elképzelhető, hogy a bajnokság nyitányán pont ővele kerülünk, tehát ellenük fogunk játszani. Tehát itt nekünk nagyon-nagyon össze kell szednünk magunkat, és most nagyon komolyan fel kell készülnünk, amit szeretnénk, és nem szeretnénk csalódást okozni. Nagy Lajos játékos edző egy másik szempontot is említett, ami idén erősítheti a bennmaradást. Név szerint arról van szó, hogy amikor felkerült a Szuperligába a Kristály, akkor adták át az új pályát, és gyakorlatilag alig volt idejük ezen a pályán edzeni. Ez viszont azóta máshogy van, tehát igazán hazai pályának érezheti a Kristály. Ön szerint ez valóban most már előnyére válhat a csapatnak? Igen, szemmel látható az eredményeken, hogy javultak az egyéni teljesítmények is, az egyéni fák, és még mind a mellett egy picit ez a pályának a megszokása jelentette azt is, egy olyan fajta stabilitást adott, hogy mi gyakorlatilag a leginkább a csapat annak köszönhette, hogy megnyerte a bajnokságot, hogy az idegenbeli mérkőzés egyetlen egyet veszített el. Tehát a mi panelos pályánk adott egy olyan stabilitást a csapatnak, hogy amire most már lehet alapozni, úgy gondolom. Tovább haladva a labdarúgók felé, azt tudni kell, és nagyon sokan emlékeznek rá, hogy ez a csapat, a megyei labdarúgó bajnokságban szereplő csapat majdnem megszűnt, ugye, amikor nagyon sok játékos eligazolt innen néhány évvel ezelőtt. Ugyanakkor a vezetőség ezt nem hagyta, és gyakorlatilag hetek alatt összehozott egy teljesen új gárdát, amely akkor ugyan kieső helyen végzett, de mivel nem volt feljutó, bennmaradhatott. Aztán a következő évben egy hatodik hely, idén ismét egy hatodik hely, ami hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy felér a negyedik helye, hiszen két nagyon erős csapatot soroltak vissza. És nagyon sok ajkainak, nagyon sok sportszerető embernek tetszik ez a lépésről lépésre haladó fejlődés, ez az előremutató gondolkodás a Kristálynál. Tervezik-e, hogy akár még nagyobbat támadnak, és jövőre talán a dobogót tűzik ki célul? Igen, szeretnénk valóban még előbbre lépni, akár egy ilyen léptékbe is, de ugye mi azokhoz a csapatokhoz képest, akik mi az élmezőnyhöz tartoznak, mi azért hát szerényebb lehetőségekkel bírunk. Ennek több oka is van, de ez így van évek óta, és az eredmények azért rácáfolnak erre, mert egy nagyon komoly szakmai stábnak köszönhetjük ezt az előrelépést, az előbb említett előrelépést. Itt meg kell említeni ugye Dalnoki Lacit, a mostani edzőnket, Sipos Tamást, és ugyanakkor egy nagyon hasznos, nagyon nagy munkabírású embernek a belépését, a Geri Gyulát említeném meg, akinek szintén fontos szerepe volt abban, hogy ez a tím összejöjjön és ilyen eredményes legyen. Visszatérve a kérdésre, mi szeretnénk, és ez nem is rajtunk, és én úgy gondolom, nem is a játékosokon múlik ez. Mi azt kell tudni, hogy a mi működésünk, ugye a Kristály Kft. Támogatásából, ami azért ugye most ismerve a gazdasági viszonyokat, hát nem olyan mértékű, tehát az erejéhez mérten ezt tudja, és ő meg is teszi, lehet rá számítani, ez az egyik oldala a dolognak.
A másik, az eredmények alapján azért számítunk, és eddig is számíthatunk az önkormányzati támogatásra, ami bízunk benne, hogy az eredmények láttán talán egy picit még esetleg meg is duzzad, és lehetőségünk lesz akár még olyan játékos, mert mi mindig is, és ez a mi hitvallásunk, hogy a helyi játékosokra támaszkodunk, mert mi igazán azt szeretnék, és ennek nagyon sok fórumon hangot is adtunk, hogy a helyi fiataloknak adjunk lehetőséget a sportolásra. Ugye a nagy testvér, az FC Ajkától nagyon sok gyerek, ugye egy idő után, amikor eléri a felső korosztályos korhatárt, gyakorlatilag szabad listára kerül. Ugye ezt többször szóvá tettük, hogy mi szeretnék ezeknek a gyerekeknek lehetőséget adni a továbbiakba is, sőt, még olyan hangok is megjelentek, hogy ugye nem egyformák a srácok, van, aki később igazán tud kibontakozni, egy kicsit kortól is függő, megkomolyodik, és azért itt lenne szem előtt. Ezek ilyen, hát úgy mondjam, elképzelések, és mi szeretnék itt tartalommal megtölteni ezt, lehetőséget adni. Én azt gondolom, lenne ebben ráció. Hát azt is meg kell mondani, ez nem mindenhol aratott osztatlan sikert. Van, ahol ellenállásban ütközünk, hogy nem tudjuk, hogy miért, de ezt továbbra se adjuk fel. Továbbra is ez lesz a mi elképzelésünk, hogy a helyi fiatalokra fogunk támaszkodni. Ezt szeretnénk a jövőben is. És természetesen nem zárkózunk el olyan játékosról sem, aki ezt a szellemet magáévá teszi, és felvállalja, hogy a csapat mellett hitelt tesz, és a teljesítményével segíti továbbiakban is az eredményességünket. Van ilyen játékosunk, azt is elárulom, van olyan játékosunk, aki Füredről visszatért hozzánk, tehát ez is bizonyítani az, hogy egy jó közösség van itt, és a további is szeretnék ezt hát megőrizni, reméljük, megkapjuk rá lehetőséget, megkapjuk azt a támaszt hátul az önkormányzat részéről, ami ezt a továbbiak is lehetővé teszi. És természetesen a saját fiataljaink, tehát az utánpótlásunk, ami az évek óta azt gondolom, hogy megérdemli a figyelmet, hisz ha csak arra gondolok, hogy volt egy vastag Rolandunk, aki 65 góllal torony magasan gól királyult az U16-osok között, tehát országos szinten sem tudtak ilyen teljesítményt letenni, és meg sorolhatnák itt neveket, akikre természetesen továbbra számítunk, tehát a felnőtt csapat keretében is. Említette az előbb, hogy nagyon nehéz volt az idei megyei bajnokság a Kristály számára, hiszen kettő felsőbb osztályú csapatot soroltak vissza ilyen-olyan okok miatt. Ugyanakkor ezek közül a Veszprém feljutott az NB3-ba, a Pápa itt marad, viszont kiesett a Füred, valószínűleg szintén a megyei első osztályban fog szerepelni, az Urkut ugye évről évre az aranyéremért küzd, a feljutók a megyei másodosztályban most úgy tűnik szintén erősebbek a szokásosnál, tehát nem egy könnyű bajnokság vár a következő szezonban sem a csapatra. Konkretizálták-e már esetleg, hogy hányadik helyt tűzi ki célul a csapat? Még nem beszéltünk a közvetlen célokról, ugye, mert itt még elég képlékeny a keret, ugye, mert ugye természetesen nyilván attól is függ az eredmény. A háttér, ha ezek mind összeállnak, akkor fogjuk meghatározni azt, hogy mi az, amit szeretnénk elérni. Én most azt mondom, hogy igen, ezek nagyon komoly kihívások lesznek, mert ugye jó lehet most a Pápát itt az utolsó fordulóban sikerült legyőzni, de hát ezt tudjuk, hogy azért egy Pápa a háttér szempontjából nagyon kilóg ebből a megyeiből, meg hát ugye itt hallottuk, hogy ők mindenféleképpen fel akarnak jutni NB3-ba, tehát a város is olyan mértékű támogatásba részesíti őket, hogy ők borítékolható szinte, hogy ők bajnokok lesznek. Hát az Urkut viszonyait olyan régóta ismerjük, bár ugye természetesen nem kívánjuk neki, de ott is hallottuk, a Mangánbányával problémák adottak, és hát lehet, hogy ő hozzájuk is begyűrűzik, attól nem kívánjuk nekik, mert hát ezt természetesen nem, hanem a többi csapat, azt gondolom, hogy hát, ha ezek a feltételek is maradnak, az a célkitűzés, ez a
harmadik, negyed, ötödik, hatodik hely bármelyik talán elérhető lesz reményeink szerint. Természetesen még egyszer mondom azt, hogy ha úgy sikerül még azért erősítenünk, meg hát ugye az erősítés megfügg attól az anyagi kondíciótól, ami el fogunk rendelkezni majd. A fejlődés nem csak az egyesületre vonatkozik, hanem magára az egyesület létesítményeire is, hiszen a tekések, mint említettük az előbb, nem régen, pár évvel ezelőtt új pályát kaptak, a labdarúgóknak elkészült a világítás, illetve új öltözőkben készülhetnek, öltözhetnek. Terveznek-e további változásokat a kristálypályán? Igen, ez most már évek óta terve van véve, az, hogy az öltözőre még egy szint tett sikerül ráépülni, és magát az egész létesítményt bekerítve egy kamerás védelemmel tudnánk ellátni. Megvannak a pályázataink, és a továbbiak megint csak azt kell mondanom, hogy attól függ, hogy hogy tudjuk az önrészt megteremteni, és hát innétől kezdve sikeres lesz a pályázatunk, amivel kaptunk biztatást, de hát természetesen itt alapfeltétel, hogy az önrésznek az előteremtése. És mondjuk ez azért is lenne szerencsés, mert a tekepályával most már évek óta van egy csodálatos tekepályánk, ugyanakkor azt kell tudni, hogy a födémrész az a 80-as években készült, ahhoz nem lett hozzányúlva, és akkor sem egy olyan csúcs technológiával lett ez elkészítve. Na most előfordultak beázások, és most, amikor tényleg egy ilyen, hát egy 10 milliós több meghaladó volt ennek a panelos tekepályának a beruházása, és tehát fokozottan indokolt lenne egy olyan tető megoldást elérni, és ezért is szerettük volna gyakorlatilag, hogyha egy olyan csarnokot sikerül föléje építeni, ami lezárná egyszer és mindenkorra megoldaná a tetőrészt, és ugyanakkor más funkciója is lenne, tehát több mindenre lehetne használni. És meg ugyan visszatérve, még itt a tekéhez kaptunk ígéret az önkormányzattól, hogy a tekepályának magát az elektronikáját, ami sajnos indokolt lenne kicserélni, mert az is az említett, a 80-as években készült, és hát voltak velünk problémáink most az elmúlt évben is, bajnoki mérkőzések közepette is, de azért nem mi álltunk tétlenül mi sem, mert felvettük a kapcsolatot, ahogy a Péti pályát átépítették, és nagyon jó sportkapcsolat. Egyébként is, hogy hangsúlyoznám, nagyon jó tekes sportkapcsolatok vannak, az átnyúlik egész Ausztriába is, tehát nemzetközi szintű tekes kapcsolataink vannak. És visszatérve ide a Péti kapcsolatra, ők nagyon korrekten, amit lebontottak elektronikából, nekünk segítségünkre siettek, adtak alkatrészeket, olyan eszközöket, amiket már nem használnak, és ugyancsak ilyen egy osztrák kapcsolatunk kapcsán is sikerült hozzájutni, no, de hát ezek ilyen tűzoltások valójában, tehát ezek a hosszatávon nem jelentetnek megoldást. De csak azért mondom, hogy mi is próbálunk a munk lehetősége szerint valamit azért tenni, azért, hogy jobbítsuk meg, tehát problémák elé menjünk. De itt a végső megoldás mindenféleképpen az lenne, hogy ezt az elektronikát sikerüljön kicserélni. Mondom, erre az önkormányzattól kaptunk ígéretet, hát bízunk benne, hogy ezt sikerül megvalósítani. Mit értünk elektronika alatt pontosan? Ez az a rendszer, ami emeli a bábukat, vagy kiírja az eredményt? Vagy... Igen, ennek az összességét gyakorlatilag, ennek az összességét, igen. Igen. Ez ugye ez a pályához annak idején, aki hát megvalósította, ugye ez egy német cég volt, aki leszállította, és ők hozták a beruházót. Akkor is ugye ők megtették volna, csak hát nem volt rá keretünk, annyit már nem tudtunk előteremteni. Jó, lehet azért meg kell említeni, hogy vannak hál' Istennek Ajkán olyan sportbarátok, intézmények, cégek, akik akkor is azért volt, aki odaállt, mert azért ezt a pénzt sem volt könnyű előteremteni. És bizony az önkormányzat mellett, nem megint csak igen hangsúlyoznám, ők is azért ott helytálltak, hogy volt olyan cég, aki milliós nagyságrendre segítette ennek a megvalósítását. Nagyon remélem, hogy legközelebb arról beszéltünk, hogy ezek a tervezett fejlesztések már meg is valósultak. Még egyszer gratulálok az elért eredményekhez, és nagyon sok sikert kívánok a következő szezonhoz is minden szakosztály számára. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Én meg nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, mert
hál' Istennek vannak eredményeink, és ezért jó dolog beszámolni. Igazán. Köszönöm szépen még egyszer.